Jó estét kívánok, így január közepén az évszakhoz képest meglepően jó idő van, úgyhogy én személy szerint nagyon remélem, hogy minél többen mozognak, sportolnak kint a szabadban, mert tényleg ez a mai időjárás ezt lehetővé teszi. És hát jön az az időszak, amikor már egyre inkább látjuk majd kint a szabadban a sportolókat, futókat, egyre több futóverseny is lesz, meg egyébként van is időjárástól függetlenül, és hát szerencsére Székesfehérváron, illetve annak vonzás körzetében is van, és lesz is jó néhány futóverseny, tömegsport rendezvény, de nem csak erről, hanem például majd a triatlonról is beszélgetünk mai vendégemmel, Skoff Gáborral, az Alba Triatlon SE alelnökével. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket. Ugye tényleg nagyon-nagyon jó idő van, és amúgy is vannak tényleg futóversenyek, az Egyesület pedig több versenyt is szervezett már az elmúlt években, és ugye szerencsére ennek a nagy része ugye egy sorozat, tehát hagyományosan minden évben megrendezésre kerül. Most ugye itt van tulajdonképpen már a nyakunkon, már-már, ugye másfél hónap múlva a Ganti Trail terep futóverseny, amelynek ugye a sajátossága az, hogy az első évben tulajdonképpen ilyen marsi viszonyok között, ahogy a Ganti Bauxit bányán lehetett futni, és tényleg káprázatosan szép fotók készültek. A tavalyi pedig azért marad emlékezetes, mert itt a 20 centi hóban kellett futni, és hát a gyakorlatilag a Bauxit bánya vöröses színét csak a korábbi években készült fotókról lehetett látni. Mi a helyzet most a Ganti futóversennyel? Milyen időre számítotok? Március 3-án. Nagyon vegyes, és most már harmadjára vagyunk kint, illetve voltunk kint, hétvégente futjuk a pályát, hol a rövidebbik, hol a kisebbik, hol a nagyobbik részét, és hát fönt az erdőn azért még hó van, tehát most vasárnap is voltunk fent, és ott még 15 centis hó van. A faluban már elolvadt mindenhol, tehát ott gyakorlatilag szépen futható a felület, viszont ha kitart ez az időjárás, akkor én azt gondolom, hogy beköszönthet az a futóélmény, ami az első futóknak ott megadatott. De egyébként visszaemlékezve a tavalyi évre, tehát nagyon sokan imádták ezt a nagy halat, és tényleg küzdelmes volt, és gyönyörű volt. Viszont ugye elindítottuk a nevezést december 10-én, a település befogadó képessége ugye az véges, tehát ezért csak 550, az első 550 nevezőt tudjuk fogadni a 13, illetve a 25 kilométerre is, de egyébként már hát túl vagyunk a 260-270 futón, tehát már nem sok helyünk van, de egyébként minden harmadik kérdés az időjárással kapcsolatos, illetve azzal, hogy látják-e idén a futók majd a marsbéli tájat, hát én nagyon bízom benne, hogy igen, de azt gondolom, hogy ha behavazik újra, akkor sem fog csalódni okozni a verseny. Azt mondtad, hogy 260-on túl van a nevezők lista, ugye tavaly gyakorlatilag betelt, így van. Tehát tavaly teltházas volt, hogy elég szépen látszik a növekedés, mert én ahogy emlékszem az első évben ez a 250-260 fő volt körülbelül, ami a rajthozállókat jelentette. Még annyi se volt, 193 regisztrált futónk volt alapvetően, és aztán nagyon jól elment a híre, ezek a terepfutók egyébként, tehát most nagyon felkapott dolog, és nagyon sokan csinálják, egyébként gyönyörű is, tehát most az utóbbi időben én is a hosszabb futásaimat inkább kintre tervezem, még akkor is, hogyha mínusz vagy nulla fokok vannak, jól fölöltözöm, és akkor kimegyek futni a természetbe. De hogy ez valahogy úgy átjött az embereknek a mars béli táj, meg Gánc szépsége, és aztán igen, tavaly már 550-en voltak, és hát tényleg láttuk azt, hogy telítődik a település, és ezért is húztuk meg ezt a vonalat gyakorlatilag. Mit lehet mondani, hogy honnét jön most a legtöbb nevezés az ország minden pontjáról, vagy lehet azt mondjuk látni, hogy mennyi Fejér megyei lesz? Vegyesen, és nagyon érdekes, mert tegnap például Ballószög polgármesterével beszéltem, ugye egy alföldi településről beszélünk, ahonnan hatan is érkeznek gyakorlatilag futni Gántra, úgyhogy de hát rengeteg a budapesti futó is, de vidékről is azt mondom, hogy most már tényleg az ország minden részéről jönnek. Ugye a terepfutóverseny egy picit más, mint akár a Cervona-Fehérvár félmaraton, amiről szintén beszélünk majd, hiszen ez egy városi futóverseny, le kell tényleg zárni az utcákat. Itt mennyire okoz nehézséget, vagy mennyire megy már rutinból tényleg a pálya kijelölése, hiszen terepfutásról van szó, ne tévedjen el senki, azért főleg adott esetben hóban már nagyon elcsigázva, könnyű eltéveszteni, most itt jobbra menjek balra, ugye tavaly volt is, akinek ugye a hosszabb távon ez sikerült is. Igen. Mennyire komoly kihívás ilyenkor a pályát úgy megkreálni, hogy mindenki biztonságban célba érjen. Nagyon. És mennyire lesz ugyanaz a pálya, mint tavaly? Igen, nagyon fontos feladat, hogy a pálya jól ki legyen jelölve, és pontosan amiatt ugye visszakanyarodva az időjárásra,
illetve hát alapvetően ugye a terepfutás, mint olyan, teljesen más szabályokkal bír, mint mondjuk egy utcai futóverseny. Tehát alapvetően a frissítő pontok száma is jóval kevesebb, mint mondjuk egy utcai futóversenyen. Ugye óvjuk, védjük a környezetet, tehát azt jelenti, hogy műanyag poharak teljes mértékben kizárva, tehát ugye előírásként mindenki visz magával kulacsot, Ha akar frissíteni, illetve olyan kis műanyag poharat, amit a futóövéhez rögzít, illetve ugye a mobiltelefon kötelező mindenkinél, hogy legyen személyigazolvány, tehát amivel be tudják azonosítani a futót. És pontosan emiatt nekünk szervezőknek kritikus, a legkritikusabb pontja a versenynek az, hogy a pálya úgy legyen kijelölve, hogy mindenki számára érthető és világos legyen, és ne tudjanak eltévedni, hiszen ha mondjuk tényleg beüt egy ilyen nagyon szélsőséges időjárás, hogy mondjuk nagyon nagy hó van, vagy nagyon hideg van, és eltéved az erdőbe, azért az mindenféleképpen azt gondolom, hogy kockázatos lehet, és azért az erdőben nem mindig van térerő, tehát mondjuk még a telefonját sem mindig úgy tudja használni az ember. Úgyhogy hál' Istennek az elmúlt 2 évben nagyon jól sikerült a pálya kijelölése, tehát nem volt baj. Tehát azt mondom, hogy igen, a mezőnyből mondjuk 2 tévedtek el, de mondjuk 2 vagy 3 perc után vissza is találtak a nyomvonalra. De én azt gondolom, hogy a nagy számok törvénye alapján ez azért benne van, viszont erre tényleg nagyon odafigyelünk, hogy ezt maximálisan és jól láthatóan ki tudjuk jelölni, mind a 13 km, mind pedig ugye a nagy kör a 25 km útvonalát. És lehet még nevezni, ugye csak ugye február 26-áig nyitva van egyébként az előnevezés, a helyszínen viszonylag kevés nevezést tudunk majd fogadni, ilyen 40-50-et nagyjából, de azt gondolom, hogy ha ez ilyen ütemben folytatódik, akkor előbb be fog telni a nevezés, mint február 26, és akkor sajnos le kell, hogy zárjuk. És lépjünk tovább időben és térben. Ugye megnyílt a nevezés, ahogy én tudom, a CERB-on a Fehérvár félmaratonnak is. Ez idén milyen újdonságot hoz? Egyáltalán ebben az esztendőben mikor lesz? Ugye az elmúlt években különböző okok miatt a maga az időpont az olykor változott. Így van. Hát ugye itt történt egy névváltozás alapvetően, ugye 3 évre gyakorlatilag a névadói szponzorjogot megvásárolta tőlünk egy fehérvári nagycég, ugye a CERB-ona, és hát egy komplett családi napot szeretne felépíteni a futóversenyre, amiben mi teljesen partnerek voltunk, és emiatt nagyon sokat gondolkodtunk egyébként a megfelelő időponton. De hála jó Istennek azért tényleg, hogy annyi rendezvény van hétvégente mindenhol, ami az emberek egészségét szolgálja, és lehet menni futni, mozogni, sportolni, bármit, hogy nagyon komoly feltörést okozott másik oldalról, hogy hová helyezzük el ezt a rendezvényt. Ugye a Fehérvár félmaraton alapvetően ugye tavaszi időponttal működött, csak aztán beleszaladtunk egy olyan időjárásba, hogy gyakorlatilag egy nap alatt lement mind a 4 évszak, mert havazott is, sütött is a nap, esett is az eső, hó is, stb. És közösen azt határoztuk a CERB-on a vezetőségével, hogy nyilván egy családi nap kevésbé élvezhető ilyen időjárási körülmények között, így aztán most már második alkalommal lesz júliusi időpontban, július 7-én, ugyanúgy, mint tavaly egyébként a verseny, úgyhogy hát akkor reméljük, hogy jó idő lesz, és hát a legkevesebb kockázat lesz arra, hogy éppen szélvihar lesz, vagy nem tudom, tornádó. Úgyhogy készülünk abból a szempontból, hogy a gyerekeknek rengeteg érdekes programmal, játékokkal, vetélkedőkkel, nyereményekkel, lesz a szokásos gyermektáv, ugye a 600-1200 méteren, és ugye hát a már klasszikusnak mondható, hiszen ez már az 5. verseny lesz, és tényleg köszönjük Székesfehérvár város közreműködését és támogatását ebben, hogy helyet kap itt ez a verseny, és hát célunk az, hogy megtöltsük a rajthelyeket, tehát idén nem szabtunk egyébként korlátot, sem a 7, sem a 14, sem a 21 kilométeren, illetve van egy 3x7-es váltónk is, tehát most korlátlan nevezéseket fogadunk, ami azt jelenti, hogy akár elmehetünk létszámban 2-2500 futóig is. És akkor váltsunk a triatlonra, mert hogy ugye a tavalyi évben 2 triatlon versenyt is rendezett az egyesület, ugye az egyiket közösen ugye a Nagyatádi Extreme Man szervezőjével, annak a sorozatnak az első állomása volt itt, és ugye volt egy Európa kupa. Beszéljünk előbb ugye az Extreme Man Fehérvárról. Ez idén milyen formában és mikor kerül megrendezésre, mi a terv? Igen, hát szeretnénk folytatni az egyéves hagyományt,
ha ezt lehet hagyománynak hívni, és hát mi hosszú távra, hosszú távon gondolkodunk mindenféleképpen Dr. Herr Gyuláékkal, és most június 2-án rendezzük egyébként szintén közös koprodukcióba. Az út elejét gyakorlatilag, és ezt nagyon szépen meg is fogalmaztuk, hogy az út eleje a Királyok városából indul, és Nagyatádon ér véget, ami meg ugye a triatlon fővárosa gyakorlatilag ugye augusztusban, és hát tényleg az már, ez a június 2-a, ez már tényleg megint egy olyan időpont, amikor a csónakázótól jól úszható, kellemes időjárás van, úgyhogy hát a nevezők tekintetében ugye tavaly körülbelül 400-an voltak, mindenkinek nagyon tetszett a verseny, gyönyörű volt a pálya, tehát a csónakázótó, ugye körülötte a futópálya, illetve ugye elmentünk a Rózsaligetbe is, és ami egy külön szám volt az, hogy a kerékpár pályát pedig sikerült kivinnünk a nyugati elkerülőre. Két szempontból is fontos, mert az egyik az, hogy teljesen biztonságos, ugye szalagkorláttal védett, így gyakorlatilag nagyon pici az esélye a balesetnek, illetve az, hogy nagyon jó minőségű az aszfalt, és ezt nagyon szeretik a kerékpárosok, és Székesfehérváron kívül még egyetlen egy triatlon rendelkezik teljes pályazárral, az pedig a Keszthelyi, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk, hogy ez Székesfehérvár adhatja a triatlon sportnak, illetve a hozzánk ellátogató triatlonistáknak. És ugye tavaly ugye ott volt az Európa Kupa, amely ugye nagyon-nagyon sikeres volt, idén ezzel mi a helyzet? Nyilván ez már nem csak ugye a Magyar Triatlon Szövetség és akár a más egyesületekkel való közös munkának lehet az eredménye, hanem nyilván ide kell egy először is egy komolyabb anyagi támogatás, meg nyilván az Európai Szövetségnek a támogatása és az igénye. Ezzel az Európa Kupával, amely tavaly tényleg nagyon sikeres volt, és mindenki szerette, ezzel mi a helyzet? Ez lesz-e ideje, ha lesz, mikor, hogy? Igen. Az Európa Kupa után rögtön mi leültünk kiértékelni egyrészt a Magyar Triatlon Szövetséggel, másrészt pedig az ETU-val, a Nemzetközi Szövetséggel a versenyt, és hát nyilván a városvezetéssel is. És mind a három oldalról egyébként tényleg nagyon sikeresnek mondható a rendezvény. A külföldi szaklapokban nagyon pozitív cikkek jelentek meg, rengeteg versenyző, aki indult, hát ugye több mint 18 ország 100 versenyzője volt itt. Nagyon pozitív élményekkel távozott, és mind a Magyar Triatlon Szövetség, mind az Európai Szövetség szeretné, hogy Székesfehérvár benne maradjon a vérkeringésbe, nemzetközi szinten is, és hát mi is szeretnénk alapvetően egyrésztről, mert ugye nálunk versenyez Dévai Márk, aki ugye mert a Tokió olimpiára készül, illetve esélyes, és ugye válogatott kerettag. Az ő szempontjából, illetve a magyar triatlon szempontjából is én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy rendelkezzünk egy nemzetközi helyszínnel, ugye Tiszaújvároson kívül. Hát beadtuk a pályázatot rögtön az Európa Kupa után egy 23-as Európa bajnokságra, de itt a struktúrájában változott a nemzetközi versenyek kiosztása, és az Európa-bajnokságot eltették, az 23-as Európa-bajnokságot azt eltették a világbajnokság után, és ez általában ugye szeptemberben szokott lenni, és ezt most elrakták októberben. És emiatt nem nyertünk ezen a pályázaton, Valencia vitte el, viszont ott van még mindig az esélyünk arra, hogy nem egy sprint, mint amit rendeztünk tavaly, hanem egy olimpiai távú Európa Kupa rendezési jogát elnyerhetjük, ami abból a szempontból is nagyon fontos, hiszen az olimpián ezen a távon versenyeznek majd a versenyzők, és ezekből a típusú vagy távú versenyekből jelen pillanatban most hiány van Európában, tehát nagyon sok versenyző keresi ezeknek a versenyeknek a lehetőségét. Úgyhogy most közel vagyunk már január végéhez, én a minisztériumtól, illetve a Magyar Triatlon Szövetségtől is azt az ígéretet kaptam, a minisztériumtól egyrészt ugye forrás szintjén, hiszen ez azért komoly tőke kell, illetve a szakma szempontjából is január végéig dől el, hogy akkor lesz-e erre lehetőségünk, és megrendezhetjük-e ezt a versenyt. Bízunk benne, hogy így lesz, és hogyha már említetted Dévai Márkot, akkor beszéljünk egy picit tényleg az egyesületről, meg akkor hangsúlyosan Márkról, ugye hétfőn fogadta Márkot, ugye polgármester úr, aki ugye tehát hagyományosan meghívja a legsikeresebb fehérvári sportolókat egy kis kötetlen beszélgetés, ott azért sok érdekesség elhangzott, és hát nyilván egy olyan országban élünk, ahol nagyon-nagyon fontos az olimpia, amely hát viszonylag messze van még, de ha a kvalifikációt nézzük, meg egyáltalán nagy egészt, akkor azért a 2020 Tokió nincs annyira távol. Hogy látod, mekkora a realitása annak, hogy Márkó szemében Fehérvár egy újabb sportágban képviseltesse magát az ötkarikás játékokon? Én azt gondolom, hogy
Márkót idézve az elszántság, és tényleg amit ő ebbe most beletesz munkát alapvetően, az máshová nem is vezethet, csak Tokióba. Tehát ugye abban a szerencsés helyzetben van, hogy ugye az édesapja az edzője, ők mindent megbeszélnek, és kőkeményen, tehát éppen polgármester úr kérdezte tőle a fogadáson, hogy egyébként amikor nem triatlonozol, vagy nem videót elemzel, akkor mit csinálsz? Hát alszom. Ez volt a válasza. Tehát nagyon komoly fiatalemberről beszélünk egyébként, aki rettetesen céltudatos, és most tényleg azt látjuk rajta, hogy ő gőzerővel az olimpiára készül. Mindig viccesen jegyzem meg neki, hogy edzésen, hogyha találkozunk, akkor a köszönésen kívül gyakorlatilag vele nem lehet semmit beszélni, tehát egy szót sem, annyira koncentrált és annyira figyel. Viszont nagyon fiatal versenyző alapvetően, tehát korábból adódóan azért, hogy ha nem sikerül, bár ilyenről nem beszélünk, mert ugye cél az, hogy sikerüljön és kijusson az olimpiára, és mi is szeretnénk, mint Alba Triathlon Székesfehérvár városának egy újabb olimpikont adni, egy teljesen új sportágban, de ő nagyon fiatal, rengeteg ideje van még. Viszont rengeteget fejlődött az utóbbi időben, tehát tényleg a világ elitje előtt jön ki a vízből úszáson, velük teker együtt kerékpáron, és hát én azt gondolom, hogy Európa legjobb triatlonistájának lenni, az már azért valahol egy mérvadó szint, és azt mutatja azt, hogy hová is vezet ez az út. Ugye 3 éves lesz az egyesület, mekkorát sikerült nőni a 3 év alatt? Az, amire számítottál, vagy ez akár a fölött van, vagy az alatt, ilyen helyzet ebben a kérdésben? Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen fölötte van, nem is kevéssel, ugyanis amikor indultunk 2016 tavaszán, akkor 3-4 kisgyerek kergette egymást ott a Bregyóban, köztük volt a te kisebbik lányod is egyszer-kétszer, meg az enyém is gyakorlatilag, ez adta úgy nagyjából a magot, és hát 8-9 felnőtt, és ehhez képest hát közel 80 kisgyerekünk van most már, és 40 felnőtt, aki az Egyesület égisze alatt sportol. Közös edzéseken vesznek részt az age grouposok is, tehát a felnőttek is külön vezényelt edzéssel edzenek. És hát azt mondom, hogy most már kinő az az első generáció, akik kezdték mondjuk 3 évvel ezelőtt, ők már beleléptek ebbe a 15-16 éves korba. Nagyon ügyesek, rengeteget fejlődtek, az edzőink igazi minőségi munkát végeznek velük, és évről évre látjuk azt, hogy fejlődnek, és hogy a középmezőnybe kezdték, és hogy szépen jönnek előre. Tehát ők már akarják, lelkesek, hajtanak, minden edzésen ott vannak, ha kell a vizet harapják, ha kell az aszfaltot, ha kell a rekordtent, és azért ezt nagyon jól látni alapvetően, hogy idáig eljutottunk, és az is egy óriási dolog volt egyébként, hogy a tavalyi előtti évben a 96 klubból az Alba Triathlon friss másodéves klubként a ranglista 3. helyén végzett az amatőr kategóriában. Idén 8-ak lettünk egyébként a 96-ból, azt gondolom, hogy az is egy elég szép eredmény, úgyhogy ezt szeretnénk folytatni, ezt az utat, ami azért jó hosszú, és hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb fiatalnak adjunk a sportolásra lehetőséget, megmutassuk nekik a triatlon szépségét, és 5-6-8-10 év múlva ők adják majd esetleg a magyar válogatott gerincét. Hát úgy legyen, és van még egy kis időnk, nem lehet megkerülni a magyar triatlon jelenlegi helyzetét, és talán azok számára az egyik legfontosabb kérdés, vagy mindenki által figyelemmel követett történéseket, amik lezajlanak a Magyar Triathlon Szövetség körül, hogy ha az ember kívülállóként most megnézi a Magyar Triathlon Szövetséget, akkor, és vannak, akik párhuzamot vonnak sajnos akár az ökölvívókkal, ahol szintén ugye idézőjelesen állabál, vagy ugye a tenisz szövetségnél sincs ugye minden éppen rendben az élversenyzők és a szövetség között, ugye Fucsovics és Babos között, hogy most jelen pillanatban az ember megnézi kívülről, akkor azt látja, hogy van a magyar triatlon sportnak egy olyan volt sportolója, ma már egy edzőként tevékenykedő versenyzője, aki ugye 3 olimpiára jutott ki, ezek közül 2 részt is vett, és ugye van egy másik, aki tulajdonképpen pedig ugye a mai, vagy a magyar triatlonnak az egyik úttörője volt, és hát a szobra van ugye Japánban, igen, ugye nagyon-nagyon sokszoros Ironman, ugye Kutó Csaba az olimpikon, Krupko Péter pedig a fent említett úriember a szoborral, hogy azt látja az
ember, hogy kívülről van két ilyen ikonja a magyar triatlonnak, és velük éppen hadakozik, szóval milyen helyzet, te hogy látod ezt a kérdéskört, mennyire árt ez a sportág megítélésének, az zárójelbe téve, vagy nem zárójelbe, nagyon-nagyon fontos, hogy az látszik, hogy azért nagyon komoly az igény magára a triatlonra, hiszen rengeteg verseny van, és általában teltházzal mennek ezek a versenyek, a legnépszerűbb versenyekre gyakorlatilag szinte pillanatok alatt elfogynak a helyek, és úgy kell gyakorlatilag sorban állni érte, hogy bejuthasson az ember. Tehát az egyik oldalon van egy nagyon komoly létszám megnövekedés, ami az amatőröket illeti, van egy nagyon komoly fejlődés, ami abban mutatkozik meg, hogy reálisan sokan azt mondják, hogy a Tokióban pontszerzésért lehet menni, ugye, még Rióban nagyon tudtunk örülni Faadun Gábor olimpiai 20. helyének. Szóval nagyon komoly fejlődés, ezzel párhuzamosan pedig van egyfajta csatározás két korábbi ikonnal, ami a szövetség és a két ikon között zajlik. Hát én ebben annyira nem is mennék bele, mindig azt szoktam mondani, hogy amennyire könnyű ez, annyira nehéz is alapvetően. Tehát nyilván mi ezt látjuk, mert a tagszervezetek közé tartozunk, és de hát nincs itt a másik két fél, hogy ugye védje vagy mondja az igazát. És hát nyilván hozzánk tagszervezetek ez olyan mélyen le sem kerül. Én egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy az efféle gondok vagy problémák, azok sosem jönnek jól az időzítéstől függetlenül, tehát teljesen mindegy. De most azt gondolom, hogy pláne nem, hiszen az olimpia előtt vagyunk, tényleg ha ezt az idősíkot nézzük, akkor nem sokkal. És jelentős anyagi forráshoz jutott tényleg a jelenlegi elnökség által a Magyar Triatlon Szövetség, tehát egy sportág fejlesztési nagyon komoly tőkebevonás történt, aminek aztán ugye meg is látszottak az eredményei, a műhelyek ugye egyre jobban kezdtek dolgozni, ahogy mondtad is, a válogatott is egyre jobban, és aztán hát e körül most van egy kis financiális probléma, de én azt gondolom, hogy ez meg fog oldódni, és én azt gondolom, hogy megfelelő helyről megtalálja mindenki a megfelelő forrást arra, hogy betömködje ezeket a lyukakat, amik esetleg hiányoznak egy-egy világversenyhez, vagy egy-egy melegégővi edzőtábor végrehajtásához. Hát erre is csak azt tudom mondani a korábbiakra, hogy úgy legyen, és valóban tényleg oldódjon meg. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát jó munkát kívánok a versenyszervezéshez, és hát sok sikert az egyesülethez. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Bajnokok Városa mára, ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!